Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Kárcón, és a mai videóban pedig szeretnék lejátszani egy jó kis Road to Qatar FIFA World Cup 2022-es mérkőzést ezekkel a matricákkal, és méghozzá azért esett erre egy választásom, mert hogy benne van a magyar válogatott, és az a célkitűzésem, legalábbis így szimulációképpen, nézzük meg, hogy a Nemzetek Ligája mérkőzések közül itt matricákkal, miket tud teljesíteni a magyar válogatott. Tehát fogunk játszani Olaszország, Anglia és Németország ellen, meg persze a magyarok, így vagyunk négyen egy halálcsoportban mondhatjuk igazából, de hát a halált nem mi alkotjuk, hanem a többi válogatott, nagyon kíváncsi vagyok. Be is hozom az eredményjelzőt, az első meccs pedig Németország ellen lesz. Tehát Magyarország, Németország ezekkel a pakkokkal, frissített keretekkel, kell ide a hat csomag, ugye első fél idő 3, második fél idő 3, majd nagyon-nagyon sok válogatott van benne, lehet így is ilyen szerény mérkőzés lesz, de mindenképpen eldöntjük, ha más nem, akkor hosszabbítással és aranygóllal. Na de, eredményjelző bent van, akkor mehetünk is, bármilyen magyar játékos jön, akkor az magyaroknak gól, ha pedig német, akkor a németeknek, ennyire egyszerű. Nézzük is, bontsuk az első csomagot. Nagyon-nagyon jól néznek ki egyébként ezek a matricák. Ez egy Scott Armstrong, majd utána egy Dan Docker, Belgium. Következő, ez egy Pepe, Portugália. Van itt egy Franco, illetve a végére Riyad Mahrez, Algéria. Úgyhogy így néztünk ki. Öt különböző válogatott, elég jó játékosok, de gólt ez így ebben a formában nem ér. De Bruyne. Belga csapat, majd utána egy Osi, az Írország, Ampadu, Vels, Mitrovic, és a végére egy Luka Modric. Tehát jönnek a jobbnál jobb játékosok, de gólt egyik se ér. Utolsó csomag az első fél időben. Tehát itt még lehet valamit azért mutatni. Ez egy Norvég Ellabdaui, majd utána egy Emerson, egy argentin Lionel Messi, hoppá, nem kis játékos, Otamendi, és egy Maguire. Tehát jött már olasz is, angol is, tehát ők már szereztek volna gólt a csoportba, egyedül nekünk nem jön össze a németekkel, úgyhogy itt a lehetőség a második fél időben megmutatni, hogy mi is a király ebbe a csoportban. Van egy Mitrovicsunk, majd utána ez egy Valencia, Enerancia, egy Foden, ez pedig egy Akuna, és a végére pedig egy Denis Zakaria. Ezek a matricák nagyon szépek szerintem, tök jól néz ki, hogy ilyen meccs jelenetekből kiszedett kis képek vannak. Azt sajnálom, hogy itthon nem lehet kapni újságosoknál, viszont hát ott van a Collect-ol, ahol viszont lehet rendelni Magyarországról. McNair, Kulusevski, Degnek, majd utána Freguli, és a végére egy Thompson. Hihetetlen mennyiféle fajta válogatott van, egészen elképesztő, hogy az északírektől elkezdve a svédeken át mindenki benne van, nagyon-nagyon sokan. Utolsó csomag, egyelőre nincsen gól. Nézzük is. Diaz, majd utána Pau Torres, van itt egy Barino. Fordítunk, ne! Ez egy Neuer, Manuel Neuer, és a végére Jozsviák. A franc egye meg, a végén egy gól döntött, és az nem magyar. Manuel Neuer. Hát, papírforma, igazából mondhatjuk, hogy Németország sikere az az, de nagyon közel volt, hogy itt legalább egy hosszabbítást, egy 0-0-át ki tudjunk harcolni. Ez nem történt meg, a legendás német kapus végül is berúgta valahogy azt az egy gólt, egy szögletnél feljött támadni, fejelni, és bent van. Úgyhogy ezzel Németország megnyerte ezt a mérkőzést, de majd a közeljövőben akkor megnézzük, hogy olaszok ellen, illetve az angolok ellen mit tud a magyar csapat. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!